Eső áztatta fesztivál. Festők, zenészek, táncosok népesítették be a belvárost szombaton. Játékra fel! Rengeteg program és foglalkozás várta a családokat a víztoronynál. Deszkák és evezők. Először rendeztek szabversenyt a csónakázó tavon, sokan neveztek. Köszöntöm Önöket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Megtartották a 4. utcaművészeti fesztivált a belvárosban. Helyi profi és amatőr alkotók mutatkoztak be több helyszínen, és kreatív munkára sarkalták az érdeklődőket. Volt festészet, kerámia művészet, zene, tánc és irodalom is. Bár az eső közbeszólt, a hangulatra nem lehetett panasz. Művészekkel és művészetkedvelőkkel telt meg a belváros szombaton. Az utcaművészeti fesztivált már 4. alkalommal szervezte meg az önkormányzat. Profi és amatőr alkotók is bemutatkozhattak. Nagyon fontosnak tartom, hogy az összes olyan érték, ami megjelenik a városban, az kapjon teret, helyszínt. Nem csak a hagyományos értékeink, ami eddig voltak, hanem annyi jó dolog van itt, rengeteg művész, tehetséges ember, és az utcaművészeti nap arról szól, hogy ők meg tudják mutatni magukat az érdeklődőknek. Sok helyszínen, sok tehetség, vidáman, jókedvűen, egy jó nap keretén belül. Bár a délutáni felhőszakadás közbeszólt, a programok nem sokáig álltak le. Sőt, volt, aki még a vihar ellenére is folytatta a műsorát. Korponai Zsófi és Pelczer Géza behúzódott az Uránia udvarba vezető átjáróba, és itt zenélt tovább. Harmonika és ukulele kísérte a dalokat, óriási hangulat kerekedett. Amint a vihar elvonult, a többi programot is újra kezdték. A Madame-nál festményeket lehetett megnézni és alkotni is, az egyiket például mezitláb formálhatták, színezhették a vállalkozó szelleművek. A Kapuajban Újvári Timi és Holdosi Attila adott minikoncertet, főleg LGT-s lágerekből válogattak. Mindeközben a főteret is zenészek vették birtokba, a Tom Condor Band rockzenét játszott. Boglárka kislányával és testvérével érkezett az utcaművészeti fesztiválra, leginkább a zenés műsorok érdekelték őket. Szeretjük a zenés műsorokat, a kislányommal ki szoktunk jönni, nagyon szeretjük a zenét és a képeket, amiket az emberek alkotnak. A Szimfónia kávézó udvarán idén először rendezték be a Gyönyörök kertjét. Itt erotikus kiállítást lehetett megnézni, este pedig pikáns felolvasó estet tartottak a Vörös Sándor Színház színészei. Játékok, néptánc és vesszőfonás, ezzel készültek a Káldiak a Belsikátorban megrendezett kirakat tárlatra, amely vasi települések hagyományait és értékeit mutatja be. A havonta megújuló kiállítás a levéltár épületén lévő kültéri vitrinekben látható. Káld hagyományai, értékei mutatkoznak be a Belsikátorban, a levéltár kültéri vitrinjeiben. Hoznak mindenféle olyan értéket, ami akár a helyi értéktárba is már bekerült, vagy éppen fotókat, vagy éppen kiadványokat, amik készültek a településekről, ami a vitrin keretei, amit engednek, abból mindenféle dolgokat hoznak, tárgyakat, eszközöket, fotókat, festményeket, de amikor a megnyitó van, akkor sokkal bővebb a kínálat. A megnyitón Majtényi László, a Vasvár megyei közgyűlés elnöke köszöntötte az érdeklődőket. Azt mondta, Káld büszke lehet az értékeire, ezek viszont nem érnének semmit a közösségek nélkül, akik életben tartják a hagyományokat. A megnyitóra a káldiak sok érdekességgel készültek, megelevenedtek a kiállítás képei. Bemutatták a Napraforgók Egyesület kulturális csoportjának tevékenységét, programjait, a vesszőfonást, a Káldi Szotyolás Gyermek Néptánc csoport pedig műsorral készült. A nagyobbak pünkösdölést mutattak be, a kisebbek pedig bakonyi játékokat hoztak. A
Közhírététetik című értékkirakat kiállítássorozatot a Nemzeti Művelődési Intézet hozta létre. A kiállítás havonta újul meg, minden hónap utolsó péntekén más-más vasi kis település mutatkozik be. Káld a második a sorban. Nemzeti Művelődési Intézet azért hozta létre ezt a Közhírététetik értékkirakat nevű programsorozatot, hogy bemutassuk, hogy kis településeken, 5000 fő alatti kis településeken is van élet, mennyire gazdag, mennyire egyedi, mennyire különlegesek a kis falvak, és hogy jó ott élni, meg tudják élni a létüket, a szabadidejüket, hasznosan tudják eltölteni az emberek, és közösségben aktívan tudnak célokat megfogalmazni és megvalósítani. Szeptemberben jákértékeit mutatják majd be a Belsikátorban. Pártokkal vagy civilekkel képzelhető el a jövőben a helyi politika, erről tartottak fórumot pénteken. Jótékonysági licitre bocsátják Nemény András festmény pólóját. Ásványok, kövületek és kőzetek sorakoznak a tárlókban a Kámoni Arborétum legfrissebb kiállításán. Rövid híreink következnek. Kellenek-e pártok az önkormányzatokba címmel szervezett közéleti estet a második reformkor alapítvány pénteken a Szimfónia kávézó udvarán. A témáról Imre Marcell korábbi diákpolgármester és Horváth Félix diákalpolgármester kérdezte Nemény András polgármestert, és Vona Gábort, a Jobbik volt elnökét, az alapítvány létrehozóját, aki 5 éve kivonult a politikából és azóta vloggerként tevékenykedik. Vona törekvése az, hogy az önkormányzati választásokon pártok ne, csak civil szervezetek indulhassanak, és a helyi közösségek maguk vegyék kézbe a sorsuk irányítását. A beszélgetésen is az alulról jövő kezdeményezések fontosságát hangsúlyozta. Nemény szerint pártok nélkül nincs demokrácia, ám helyben várospolitikát kell folytatni. Mint mondta, az Éjjel-Szombathely pártok fölött áll. Kérdésre válaszolva azt közölte, nem tervezi, hogy kilép az MSZP-ből. A polgármester utalt arra a nemrég készült Závec felmérésre is, mely szerint 65%-kal győzne Hende Csabával szemben, ha most lenne a választás. Jótékonysági árverésre ajánlotta fel Nemény András polgármester azt a fehér pólót, amit nemrég az utca művészeti nap sajtótájékoztatóján viselt, és amit helyi alkotók varázsoltak absztrakt stílusú festménnyé. Szalai Lilian és Mersik Palás festő, Jenei Ferenc építőművész és Novák Ildikó keramikus munkájára Szombathely megyei jogú város hivatalos Facebook oldalán az erről szóló bejegyzés alatt lehet licitálni kommentben augusztus 6-án 0 óráig. A nem mindennapi műalkotás árverésből befolyt összegét a Pontmás Vas megyei autista gyermekekért alapítvány kapja. Természet csodái címmel nyílt kiállítás pénteken a Kámoni Arborétum látogató központjában. 6 gyűjtő mutat be ásványokat, kőzeteket, kövületeket. A tárlatot Pődör György ásványgyűjtő nyitotta meg, aki saját Vasszécsenyi Múzeumából kölcsönzött látványos darabokat a tárlatra. Mellette Gegus Zoltán, Marton András, Marton István, Németh Szabolcs és Szakonyi József hozott saját maga által gyűjtött különlegességeket az arborétumba. A kiállítás augusztus 19-éig látogatható. Színes, kreatív programokkal várta az Agora a családokat a víztorony környékére szombaton. Népszerű volt a kalóz parti, az arcfestés, a kutyasimogató és a papagáj bemutató is. A rendezvény célja az volt, hogy a gyerekek együtt játszhassanak és minőségi időt tölthessenek el a szüleikkel. Minden korosztály megtalálta a neki való elfoglaltságot. Népszerű volt a kalózparti az Agora családi napján szombaton. Fiúk, lányok játszottak közösen, volt, aki kalózos pólóban jött az alkalomra. Az is kiderült, mit rejt a kincses láda. A nagyfiammal jöttünk ki, mert őt érdekli nagyon ez a kalózvilág, és most éppen az Inci-Finci foglalkoztatóval kalózosat játszik. Mivel a gyerekeim nagyon szeretik a szabadtéri játékokat, meg ez a kalózos már volt egyszer, és nagyon tetszett nekik, a víztoronyt is szeretjük, így gondoltam eljövünk, meg ezeket a fajátékokat is nagyon szereti. A picol az nagyon szereti a szemetes autót, ugye megnézni, meg majd jönnek ugye az állatosok, úgyhogy igazán úgy minden, mert 3 gyermekem van, minden korosztály megtalálja, amit tetszik meg. A játékos délutánon berendeztek egy játszóházat, ahol rengeteg érdekességet próbálhattak ki a gyerekek. A csodapörgetőnél például a tárcsák forgatásával optikai összemosódásokat, vizuális torzításokat lehetett varázsolni. A madár felismerőnél pedig 30 városi és kiskerti szárnyast lehetett összepárosítani a névtábláikkal.
Lehetett arcfestést kérni, a Kressz Parkban gokártozhattak, kicsit odébb pedig kézműveskedhettek a gyerekek. A gyógynövényes asztalt kellemes illatfelhő lengte körül, többféle díszt készíthettek, kicsik és nagyok. Rendőr és mentőautót is meg lehetett nézni közelről, a szombathelyi büntetés végrehajtási intézet pedig rabszállító kocsit hozott. A gyerekek be is ülhettek. Sokan ismerkedtek a Fekete István Állatvédő Egyesület gazdira váró kiskutyáival. A négylábúak sok-sok simogatást kaptak ezen a délutánon. Nekem eddig azt tetszett a legjobban, mert szeretem a kutyákat, és a kutyák, meg a arcfestés. Az Agóra a játékra fel, hűsítő délután a Víztorony árnyékában című rendezvényt az Érezd Szombathelyt program sorozat keretében szervezte meg. Tulajdonképpen egy hagyományozó programot teremtünk, hiszen amikor megnyílt a Víztorony 2 évvel ezelőtt, akkor már hasonló, úgymond gyerekprogramot, szórakoztató programot, interaktív programot igyekeztünk ide varázsolni, és ma sincs másképp. Tulajdonképpen a színpadi program az szinte csak egy kísérő programként jelentkezik, inkább az a lényeg, hogy minél több apró és interaktív, és az anyával, apával, nagyszülővel együtt játszható program legyen. Az eső közbeszólt, félbe kellett szakítani a programot, de miután újra kisütött a nap, folytatódtak a foglalkozások a sátrak alatt és a víztoronyban. Az Agóra jövő szombaton újabb családi délutánnal várja az érdeklődőket. 15 órától a Zöld Sziget című rendezvényen ismeretterjesztő játékok, ökotudatos szemléletű bemutatók, koncert és báb előadás szórakoztatja a résztvevőket a Csónakázó tó szigeten. Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az első SZÁP versenyt az Ébredj Szombathely sorozat keretében. A Csónakázó tavon lebonyolított erőpróbára bárki ingyenesen nevezhetett, még Nagykanizsáról is érkeztek versenyzők, 11 kategóriában hirdettek győztest. A Streetball Fesztivál és a Vasi Vasember triatlon erőpróbát követően szombaton SZÁP versennyel folytatódott az Ébredj Szombathely sportos rendezvény sorozata. Az önkormányzat és a Pannon Sport Kft. Ötlete alapján született viadalnak a Csónakázó tó volt a helyszíne. Ez volt az első ilyen verseny, a szervezők szeretnének hagyományt teremteni. Nagyon szeretnénk, hogyha ebből a jövőben egy rendszeres verseny lehetne, hiszen minden adott hozzá, van egy gyönyörű tó itt a városban, remek a víz, nagyon sok szapos van egyébként, mi is meglepődtünk azon, hogy milyen sokan érdeklődnek a verseny iránt. Most épp a verseny előtt vagyunk, de már ma reggel is nagyjából 15 új nevezés érkezett, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. A legtávolabbi nevezőnk például Nagykanizsáról érkezett, ami egészen meglepő volt, hogy az ország távolabbi pontjairól is jönnek hozzánk. A SZÁP egyre népszerűbb nyári sport a strandokon. Ez a verseny nevezési listáján is meglátszott, sok volt az érdeklődő. Összesen 11 kategóriában bizonyíthattak a résztvevők, nők, férfiak, az ifi korosztály képviselői, felfújható és merev deszkán is. A hosszú távon a felnőttek 4, az ifjúsági versenyzők 2-2 kilométert eveztek, a technikai feladatban pedig minél ügyesebben kellett szlalomozni és fordulni. Én mind a két kategóriába beneveztem, szóval a távba is és a technikaiba is. Meglátjuk, hogy sikerül. Az időjárás kegyes volt a versenyzőkhöz. Senki sem távozott üres kézzel, valamennyi nevező rajtcsomagot kapott, célba érkezést követően pedig mindenki befutó éremmel gazdagodott. A kategória győztesek külön díjazásban részesültek. Az Ébredj Szombathely rendezvénysorozat szeptemberben a Spartan Race akadályversennyel folytatódik majd. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen, illetve Facebook oldalunkon is megtekinthetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!